Üdvözlöm a kedves videónézőt, én Nagy András vagyok, a privátbankár ügyfélkapcsolati menedzsere. Ebben a videómban a tőkeáttételes kereskedésről lesz szó. Mi a tőkeáttétel? Egy olyan arányszám, mely megmutatja, hogy a kezdeti letétünk hányszorosát tudjuk felvenni a piacon pozícióként. Ez igaz ugye a részvényekre, devizapárokra, indexekre, tulajdonképpen majdnem minden olyan instrumentumra, ami nálunk elérhető, illetve a Dealbook 360 platformon keresztül elérhető. Lehetővé teszi ugye a kereskedők számára, hogy kis összeggel is nagy pozíciókat vegyenek fel, így megtöbbszöröződik a nyereség, illetve a veszteségnek a lehetősége is. Nézzünk rá rögtön ugye egy példát. Tőkeáttétel nélkül. Ha mondjuk van 100 000 font a számlánkon, és egy az egyes tőkeáttételt használunk, akkor a következők szerint ugye alakul a nyereségünk, illetve a veszteségünk. Tehát a felhasznált tőkénk az ugye 100 000 font, a szükséges margin igényünk az úgy szint 100 000 font, ugye egy normál lottal kereskedünk, az ügylettípusa ebben az esetben long. A belépésnél 1.60.35-öt ért, a kilépésnél 1.62.35-öt, a nyereségünk 200 pont. Amennyiben ugye ezt a nyerességet realizáljuk, akkor az elért nyereségünk az 1,24 század százalék. Ha veszteségünk van, a veszteségünk is ugyanennyi lesz, csak ez mínuszban, tehát ez mínusz 1,24 század százalék. Nézzünk egy másik példát tőkeáttétellel. Ha van 100 000 font a számlánkon és 1%-os tőkeáttételt használunk, akkor a következők szerint alakul a nyereségünk, illetve a veszteségünk. Itt rögtön lehet látni azt, hogy elég 1000 font ahhoz, hogy egy normálott méretet meg tudjunk mozgatni a piacon. Minden más változatlan, ugyanúgy 200 pontot nyertünk ezen az üzleten, ebben az esetben 124% a hasznunk, illetve amennyiben veszteséget értünk el, akkor mínusz 124%-ot buktunk vagy vesztettünk ezen az üzleten. Igazából semmi nem változott, ugye csak a tőkeáttétel. Tehát, hogy a tőkeáttételnek egy ilyen hatása van, amennyiben nyerünk, akkor egy igen intenzív, igen erős nyereségfaktor, amennyiben veszítünk, akkor ez ugyanúgy az ellentétjére, illetve ellenkezőjére változhat. Rendelje meg stratégiánkat most kiegészítve a kereskedési terv videóval, ezen az internetes címen meg tudja tenni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmét, ha kérdése lenne, akkor ezeken az elérhetőségeken megtalál minket. Én Nagy András voltam, a privátbankár ügyfélkapcsolati menedzsere. Köszönöm a figyelmét, viszontlátásra!